Minden szívből szóló karácsonyi énekben, a kandalló ropogásában és melegében. Az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és a nevetésben. Minden képes lapban, amit a család vagy egy barát küldött. Minden, amit meghallunk és ami elgondolkodtat bennünket, az maga a szeretet. Szeretettel köszöntöm karácsony ünnepségünkön megjelent kedves vendégeinket. Halmi József polgármester urat, Györtelep község polgármesterét, Sipos Éva jegyzőasszony, Demeter Antalné alpolgármesterasszony, Bernát Lajos megbízott igazgató urat, Nagyné Szabó Erzsébet igazgató helyettes asszony. A képviselőtestület megjelent tagjait, Keresztiné Szemán Szilvia, református lelkipásztor, Gergelyné Pincés Mónika, óvodavezető, az óvónéniket, a gyermekjóléti szolgálat és a polgármesteri hivatal dolgozói. Pecséri Editet, a Györteleki Ápoló és Gondozó Otthon intézmény vezető helyettesét és az otthon dolgozóit, lakóit. A kéz a kézben nyugdíjas tagjait, kedves tanárainkat, a kedves szülőket, nagyszülőket és az ünneplő közösséget. Műsoraink előtt fogadják szeretettel polgármester úr köszöntőit. Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget a ma esti ünnepségünkön. Hagyományosan már több éve megrendezzük a falusi karácsonyt. Egy kicsit összegyűlünk, és a karácsony előestéjén, karácsonyra gondolva, közösen település lakói, iskola, tanulói, tanárai együtt adunk egy kis ajándékot mindazoknak, akik itt a művelődési házba, majd később a tévén keresztül megnézik a műsort. A karácsony, amikor gondolunk egy kicsit, vizsergünk. Vizsergünk, mert hogy a szeretet az vizsergős. És mindig, és sokszor elmondom, hogy nem csak karácsonykor kellene ilyen vizsergésnek lenni, de ma már örülünk, ha legalább karácsonykor. Megváltozott a világ. Ma már az irigységről, az utálatról szól. És legalább karácsonykor, karácsony előtt szóljon a szeretetről. Szóljon az emberekről. És mivel ez egy falusi karácsony, szóljon Györtelek közösségéről, annak minden lakójáról. Karácsonykor megállunk, és visszatekintünk az elmúlt évben. És megnézzük magunkban, milyen jót és milyen rosszat tettünk. És néha nem pozitív a mérleg. De a karácsony ad arra lehetőséget, hogy ezt kiegyenlítsük. És az óvodában elmondtam a tegnapi nap azt az élményt, hogy egy rajzfilmet nézve, ahol a gonosz úgy akarta a karácsonyt ellopni, hogy ellopta az ajándékot, és a falu lakói elkezdtek énekelni, és ünnepelni a karácsonyt, és azt mondták, hogy a karácsony nem az ajándékban van, a karácsony a lelkekben van. Legyen mindenkinek a lelkébe, ne csak ma, majd 24-én az ajándékosztásnál, 25-26, hanem minden nap. És ha karácsonyra gondolunk, akkor lehet több szeretetet tudunk adni egymásnak. Mert nem mindig mi vagyunk ezért a felelősek,
De rohanunk, nincs idő azokra, akikre időnek kellene lenni. És azért jó a karácsony, hogy legalább az a három nap arról szól, hogy azokkal lehetünk, akik közel állnak hozzánk, akiket szeretünk. És mivel karácsony után egy pár napra jön egy új év, és már a karácsonyi ebédén arra gondolunk, hogy vajon 2019 mit fog nekünk hozni, és ezt pozitívan gondoljuk a karácsonyi üzenettel, akkor egy szebb és jobb évünk lesz. A hagyományos műsor mellett, hagyományos ünnepünk mellett van egy másik hagyományunk is. A másik hagyományunk az, az önkormányzat soraiból valakinek sikerül, és sajnos ezt kell mondani, nyugdíjba menni, akkor a falu lakói közösség előtt köszönjük meg a munkáját. Én egy olyan embernek szeretném ma megköszönni a munkáját, aki nem is úgy néz ki, mint egy nyugdíjas. Nagymama igaz, de hát a nagymamák nem mind nyugdíjasok. Az élete a településhez kötődött, fiatalkora kezdetében. És mikor a idősek világnapján itt volt egy nóta énekes, és kísérte egy zongorista, és ő még emlékezett fiatal korában, hogy először Serif Lacira, utána Jolikára. Jolika a könyvtárosunk. Jolika volt az önkormányzatnál az, aki átvett feladatokat, aki rendezte a könyvtárt, a művelődésház sorsát, és körülbelül 10 éve a közmunkások dolgait. Mindenkihez volt egy mosolya. A falu képéhez tartozott reggel, mikor jött, és ő volt a mi könyvtárosunk. Az önkormányzat képviselőtestülete nevében, és a magam nevében szeretnék neki nagyon hosszú és boldog nyugdíjas éveket, és maradjon mindig ilyen fiatal nyugdíjas, ma már nem kell idegeskedni neki semmit, hogy elmennek-e időben a közmunkásoknak a szerződései, de legyen köztünk, mert hogy aki elmegy nyugdíjba, az csak nyugdíjas lesz. Nem szűnik meg semmi, se a kapcsolat, se a munkahelyi idézőjelben. Mindig-mindig visszavárjuk. Jó egészséget, és egy kis ajándékot szeretnék átadni, ami szintén hagyomány, egy Györtelek címeres aranygyűrű, a virág, ami mindig legyen szem előtt, és egy oklevél, ami emlékeztesse Györtelek önkormányzatra, a könyvtárra, a művelődési házra és a közmunkásokra. Köszönöm szépen. A szépsége mellett ez is egy nagyon szép dolog, hogy valakinek megköszönhetjük a több évtizedes munkáját. Jolika tolmácsolta, hogy akarok, még másfél órában beszéltek a nevébe, ő nem akar. Én szeretném mindenkinek megköszönni, hogy ma este eljöttek, és együtt ünnepelünk. Én kívánok az estéhez mindenkinek jó szórakozást, áldott karácsonyt, és egy örömteli, boldog 2019 évet. Köszönöm szépen!
elsőként tekintsék meg a gyertelepi ápoló és gondozó otthon dolgozóinak és lakóinak karácsonyi műsorát. Aranyosi Ervin, a szeretet lángját ne hagyjuk kihűlni. A szeretet lángját ne hagyjuk kihűlni, ezt a tüzet egész évben öröm körülülni. A karácsony figyelmeztet, hogy ezt ne feledd el. Szeretetlen, boldogtalannál válik az ember. Szeresd persze önmagad is, s az egész világot. Szeretettől lehet teljes, minden jóval áldott. Bocsásd meg a gyengeséged, számtalan hibádat, s bocsásd meg a többieknek, butaságból bántnak. Hidd el nekem, mindenki a legjobbat akarja, néha mégis rosszat művel az esze, a karja. Arra kéne jól figyelni, hogy szívünk mit érez, s csak jó érzést adni hozzá mások életéhez. Őrizzük a szeretetet, ezt a tiszta lángot, tisztítsuk meg általa a most még zord világot. Ne csak egyszer legyen minden évben ünnepelve, szeretettel minden napunk sokkal szebben telne. Őrizgess hát ezt a lángot és add tovább másnak, szikrát szórva legyen oka a lángra a gyulladásnak. Menekül a rossz előle, megtisztul a lélek, minden napon boldogabb, ha szeretettel élek. Hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett. Az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadonkőt és pediklán. Amikor elindult hazúról, még volt papucsa lábán, de annak nem sok hasznát vette, mert a papucs nagy volt, igen nagy, az édesanyja holta valamikor, és ahogy két arra váltott a kocsi elől, a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhant szaladt el. Azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik. A másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta, egy halomkényes gyufa dörgött benne. Egy skatuját meg a kezébe szorongatott. Egész állónak hiába kínálgatta a bordékáját, egy szál gyufát se vettek tőle, és még arabizsnát se adott neki senki. Éhesen és hidegtől reszkedve bántorgott tovább. Szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hófehérek tapadtak szépen göndörödő, hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült hiba, pompás jó szava állt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszébe. Behúzódott egy zúgba, egy kiszeglelő ház sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban hidegett, majd megvette az Isten hideget, de arra menni nem mert, hiszen egész nap egy garas sem keresett. Az apja biztosan veréssel fogadnám. Különben otthon se jobb, hadlászszobájukban
Harcos ordító hideg van, a tető vasadékain besűrít a szél, hiába tömték be szalmával, meg rongyal a nagyobb réseket. Már egészen megémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlen egy szál. Ha kihúzta egyet a skatujából, oda törzsölni a falhoz, meggyújtaná, és a lányánál megmelegíthetné a kezét. Végre rászánta magát, meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercem, hogy lopogott a lángja, fényes volt és meleg, mint a gyertyalány. A kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt ez. A szegény kis gyufa árus lány úgy érezte, mintha szép, részletei, részcsőgű vaskája előtt ülne. Olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jól esett melegedni mellette. Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg. De abban a pillanatban kilobbant a gyufa láng, eltűnt a vaskája, és a kislány ott ül a hideg falszögletben, egy gyufacsonggal a kezében. Elővett egy gyufát, meggyújtotta. Odahúlt a fény a falra, tenyényi világosságot vetett rá. Azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg. A kis gyufás árulány beláthatott a szobában. Ófehér terítővel letakart nagy asztal állt odafent. Finom, porcelán edények csillogtak rajta, s a közepén aszalcilvával meg almával töltött, sült liba illatodott. És ami a legcsodálatosabb volt, a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel villával a hátában bukdácsolva indult a kislány felé. De jaj! Megint ellopant a gyufalángja, és nem látott más, csak a puszta hideg fal. Újabb gyufát gyújtott. Fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor belesett a üvegajtón. Ott ült a fal alatt, és nézte a száz meg száz gyertyát, az ágak hegyén, a tarka vízecskéket, amiket eddig csak kirakadva láthatott. Már nyújtotta kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a cseplánk, és a sok karázsai vértya lassan, magasban emelkedett ő egészen az égig, és ott csupa tündökről csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük, egy. S lehullott a ragyogó fénycsikot hasított a sötét égen. Valaki meghalt, mondta a kislány. Emlékezett rá, hogy a nagyanyja az egyetlen, aki jó volt hozzá. És aki már rég meghalt, egyszer azt mondta neki. Valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten színe elé. Megint odatörzsült egy szárgyufát a falhoz. Egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szeliden hívogatóan nézett le a kis unokájára. Nagyanyó, nagyanyó! Kiáltott föl a kislány. Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itt hagysz. Ha gyufa végig ég, eltűnsz, mint a meleg lányra, meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyba. Ne hagyj itt, nagyanyó! És gyorsan a falról dörzsölt egy egész csomag gyufát. Marassza, hogy marassza a kedves nagyanyó. A sok gyufa olyan fényességet áratott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép és ilyen erős. Karjára emelte a kislány, felemelkedett vele, magasra, igen magasra,
ahol nincs hideg, éjség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufa árus lányt a ház szögletében. Kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne. Megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új esztendő reggelén. Körülötte egy halom gyufás katulya és sok-sok elégett gyufaszán. Melegedni akart tegényke, mondták az emberek. Nem tudta senki sem, mennyi gyönyörűséget látott, és milyen fényesség vette körül, amikor a nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot. Álom
Karácsonyi angyal szárnyon, lelkedre, béke, öröm szálljon.
Az új esztendőtől csak a terméken béke, a lélek nyugalma, a szeretet melegsége. Az úszmarás fenyőtől egy hópelyhes dallam, lelketekre hulljon, szerető szavukat. Ha a fenyők nem állnának fényegyen ruhában, akkor is tudnád, hogy karácsony este van. Mert egy sietős esztendő körbeszáll veled, számtalan jobb, rosszabb tartogatott neked. Az évek kosarában már sok karácsony hull, az a legszebb mindig, mert réges-rég elmúlt. Fényfüggöny tereget, még ma is minden házra, fényeit, szeretet, lobbangatja lánna. Millió sóhaj száll az egekbe, fel. Fenyőgyártyán fénye, lobbanva igenem. Úgy vágyunk élni, jó szóra, simogatásra, átmelegít bennünket egyetlen gyertya lángja. Velem a minden gyermek ajka szól, ezt kérik a karácsonyfa alól. Ó emberek, felnőttek százai, ne engedjetek bennünket bántani. A szeretet a földi erők leghatalmasabbikát jelenti. A lehetetlen és lehetségessé válik általa, szárnyakat ad a szárnyatlannak, hegyeket mozgathat meg, és birtokosának közvetlen bejutást tesz lehetővé a paradicsomba. Kívánom neked az élet csodáját, a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét, a láng erejét, a víz hatalmát, a levegő zamatát, a föld roppant erejét és a szeretetet, amely ott található minden dolgok gyökerében. Thank you.
Karácsony este volt, ki sűrű pelyhekben hullott a hó, és derbesztő videg ült az egész városon. Az édesanyja, aki egyedül nevelte négy gyermekét, csodálatosba vágta. Ujjai fürgén bökötték a tűz, egy percre sem állt meg a munkában. Jánoska, láttál már ennél szemben? Szép, nagyon szép. Fázom, mama, kérlek, gyújtj be a kályhába. Légy még egy kis türelemmel, nézd csak, nem sokára készen leszek a babámmal, amit a grófnő rendelt a kislányának karácsonyra. Ha megkapok érni a pénzt, hozok kiterőt és begyújtok, jó? De én most fázom. Ott van a papa kabátja a ládában. Azt rám terítem, és rögtön meleged lesz. Megengeded, mama? Karácsony este van, ünnep. Persze, hogy megengedem. De nagyon vigyázz rá, tudod, hogy ez az egyetlen emlékünk tőle. Érzed, milyen jó papa szaga? A papát akarom. Hol van a papa? A papa a mennyországban van. Tudod? Onnan csak az angyalok jönnek vissza. Szent kajászön éjszakáján azokon az embereket, akik a legszegényebbek, olyanok mindig és segítenek rajtuk. Nincs igazad, az angyalok csak a gazdagokat látogatják meg karácsonykor. Visznek nekik szépen feldíszített fát, aranypapírba csomagolt csokoládéval és színes csillogó gömbökkel. Tényleg, láttam már ilyet. Bekukkantottam egyszer a grófnő ablakát. Nagyon szép. Én te figyeltem, a kandallóban tűz battogott, és a grófnő csodálatosan az zongorázott. Thank you.
hetekben a megrendelt babát hoztam el a grófnő kislányának. Grófnő, a babát meghozták. Grófnő, elkénysebb vele. 5 perccel múlt 6 óra. Hadd lát! Szép, egyenletes öltése. Az anyaga is nemes. A csipke finom, de az ilyen pontatlan embertől nem vásárolok. Maga túl lusta, miért nem igyekezett a munkával jobban? Talán elaludt reggel, vagy elplegykálta az időt a fűszerestnél? Sajnálom. Kérem, grófnő, legyen könyörületes! A baba árából szeretnék a gyermekeimnek tüzelőt venni, és egy kis vacsorának való. Nincs ennivaló? Miféle anya maga? Még nincs az asztalon a karácsonyi vacsora. No hát, hogy milyen emberek vannak, felháborító. Ezt az asszony ne engedje be többre. Mit tegyek, Istenem? Nincs semmi, amit eladhatnék. Vagy mégis? A kabát. Jó, meleg. Undás a belseje. Hát, ha valaki megveszi. Sajnálom, látja, én is szegény vagyok.
A meggyötört asszony elindult a székes egyház felé, és remény vesztette, lerogyott a lépcsőre. A templomból karácsonyi dallamok szűrődtek ki, halkan zokogni kezdett. Az édesanyja újongó szívvel
reggel nyitott be a kis ház ajtaján, de hirtelen megtoltam. A kályhában partogott a fűz, melynek fénye megvilágította a szobát. Mellette szépen feldíszített karácsonyfát. A megterített asztalon pulyka, sűrcsirke és forró húsleves zőzőgött porcelántálban. A gyerekek pedig, most a gyerekek, melegkör kipirult arcocskával, édesapjukkal, bátyával betakarózva, boldogan mosolyogtak álmukban. Az édesanya óvatosan oda lépett az apróságokhoz, és finoman megemelte a kabátot. A babát kereste, az angyal babát. Izgatottan túrta fel a régi ládát, de a baba nem volt sehol. Pedig tisztán emlékszem rá, hogy a kislányom karjaiba tettem, mielőtt elmentem itt gondolt. Ó, most vált világossá számomra, hogy ki volt az az angyal arcú jótevő. Tudom már, miért volt nekem olyan ismerős, hiszen megmondta a kisfiam is. Szent karácsony éjszakáján eljönnek az angyalok a földre, és segítenek azokon, akik a legjobban rászorulnak. Csak tiszta szívvel, és hittel kell kérned, és neked is megadatik a csoda. Thank you.
Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!